Több ezer hívő vett részt idén is a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye búcsúján július 27-én. A zarándokok feldíszített zászlókkal és Mária képekkel érkeztek mintegy 80 lelkipásztor vezetésével a különböző településekről Mária Pócsra. A búcsú a Képmás zenekar zenés elmélkedésével kezdődött, majd ünnepi szentmisével és szentségimádással folytatódott. Az egyik legfiatalabb egyházmegye életében nagyon fontos ez az éves nagybúcsú, hiszen ekkor találkozhatnak a hívek és a szolgálattevők, megerősíthetik egymást és hitüket, mondta Bosák Nándor megyés püspök a Bonum Híreknek. A Mária Pócsi Nemzeti Egyhely szabadtéri oltáránál tartott ünnepi szentmisén Veres András szombathelyi megyés püspök prédikációjában a szívekben lévő templomokról és a kőből épült templomokról is elmélkedett. Veres András a Bonum TV-nek adott interjújában elmondta, a közeli Pócs Petriből származik, ezért is nagy öröm volt számára visszatérni a Mária Pócsi Mária kegyhelyre. A Képmás zenekar zenés elmélkedését és a szentmisét megtekinthetik a Bonum TV műsorán.